Elkészült négy utca aszfaltozás a Szabadhegyen. Ahogy arról még július közepén beszámoltunk a harmad, kanyar és hegybíró utcák régóta várt felújításába, az alsó Szabadhegyi út rekonstrukcióját is bevonták. A projekt összköltsége mintegy 30 millió forint volt. Július 12-én forgattunk a harmad Kanyar és Hegybíró utcákban, ahol pontosan 1048 négyzetméteren raktak le aszfalt szőnyeget patka megerősítéssel a, a Kft. szakemberei. Akkor a kivitelező részéről Pongrácz László úgy fogalmazott, legkésőbb augusztus elején szeretnék lezárni ezt a projektet. Ahogy az a mai képeinken látszik, a cég tartotta a határidőt. A csatorna fedlapok szintre emelése mellett a harmad kanyar és hegybíró utcákban mindkét oldalon elkészült a félméteres mészkőpatka is, ezeket azonban az elmúlt napok extrém esőzése megkezdte város szerte gondot okozott, különösen a zártkerti területeken a nagy esőzés, a sok csapadék, így a most elkészült út patkáját is kissé megkezdte, de ezt, ahogy mondtam, garanciális munkaként vissza fogja tölteni a kivitelező, illetve kipótolja azokat a patkarészeket, ahol, ahol a csapadék elvitte a betöltött anyagot. Az alsó szabadhelyi út esetében 1090 négyzetméteren terítettek le aszfalt szőnyeget a Pásztor utca felújítása ebből a projektből kimaradt, de mint azt Horváth játszint elmondta, tudják, hogy rengeteg a tenni való a kanizsai úthálózat kapcsán, és a lehetőségeikhez mérten igyekeznek mindent megtenni, de kormányzati forrás nélkül ez nehéz feladat, hiszen rendkívül költségesek ezek a projektek. A feladat adott, nagyon-nagyon sok helyen van még beavatkozás, mind javítások terén, hiszen a meglévő úthálózatunk is nagyon rossz állapotban van, mind pedig a másik oldalon, az új kiépítések terén. Még belterületi szakaszaink is vannak egy-két helyen, akár itt Szabad hegyen is, mondjuk a Pásztor utca, ami még eh, hagy kívánni maga, valót maga után, de eh, mellette a... a, a, a külterületi részeken nagyon rossz állapotban vannak az utak, ami, ami, ami nyilván a bejötölött utak után kerülhet sorra, de közben azokat is folyamatosan karban kell tartanunk és javítanunk kell, úgyhogy megpróbáljuk ezeket is, ezeket is megtenni. Horváth Jácint hozzátette, a külterületi utak fejlesztése kapcsán a városok még a falvakkal szemben is hátrányban vannak hiszen a kormány nem ad pályázati lehetőséget ilyen forrásra az 5000 fő feletti településeknek. Kisebb javításokhoz a más projektekből, így például a telekiplatán rekonstrukcióból származott törmelék nyújthat megoldást.